20 évesnél fiatalabb tanulók több mint 20 pályázata részesült elismerésben még a tavalyi évben, a 25. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny eredményhirdetésén. Ezen a megmérettetésen a kőbányai Zrínyi gimnázium tanulói Stranyovszki Lóránt és Varga János is részt vettek. Az innovációs versenyen a két diák arra kereste a választ, hogy felállítható-e egy Scoville jellegű skála a torma csípősségének jellemzésére. Az ötlet és a kivitelezés a második helyezésig repítette őket. Talán az egyik legfontosabb számunkra az a 25. magyar innovációs verseny volt, ahol kitaláltuk azt, hogy ha már van egy amerikai skála arra, hogy mérjük a chili paprika csípősségét, ugye ez a Scoville skála, akkor miért ne lehetne csinálni mondjuk valami másra is, ami csíp, de itthon népszerű, és akkor így jutott eszembe, hogy meg kéne próbálni ezt ugye a tormára átültetni ezt a skálát, és sikerült is végül, és ezzel egy második díjat hoztunk el az innovációs versenyen. Miről szól valójában egy ilyen verseny, és hogyan lehet rá felkészülni? Hát igen, a felkészülés az ugye mindenképpen egy kicsit olyan, mint amikor az ember már később készül egy diplomamunkára vagy valamire, mert nagyon sokat kell utána irodalmazni, és ezzel lehet igazából tanulni, tehát a különböző szakirodalmakat el kell olvasni. Igazából nekünk szerintem ez arról szólt, hogy egy jól is szórakoztunk alatta, sokat tanultunk arról az adott témáról, amiben dolgoztunk, és egy kicsit talán fel is készültünk arra, hogy milyen az, amikor majd több oldalt meg kell írni egy adott témában választékosan és hát szabatosan. Az, hogy önálló munkát végez, ez mennyire volt furcsa számodra? Nem tudom, előtte csináltál már ilyen hasonlót? Hasonlókat ilyen kisebb iskolai versenyeken, meg hasonlókat végül is igen. Időigényes volt inkább, mint nehéz, azt mondom, mert hogyha az ember talál egy olyan témát, ami a szívének kedves, és tényleg közel áll hozzá, akkor inkább szórakozás egy kicsit, főleg. Az időigényessége volt az tényleg, amikor így nem csak bent maradtunk, 8. óra után kicsengettek, rohantunk haza, hanem akkor még bent maradtunk, és akkor a szertában matadtunk dolgokkal, amik még szükségesek voltak ahhoz, hogy előkészítsük majd a projektmunkát. Említetted, hogy ami az embernek a szívének kedves, hogy olyan témát választ. Hát nem tudom, hány ember ismeri egyáltalán ezt a skálát, és azt, hogy lehet mérni egyáltalán, vagyis hogy így lehet mérni, hogyan lehet mérni egyébként a paprikának az erősségét, a csípősségét? Hát erre vannak most már labor körülmények között elvégezhető kísérletek, de ez nem mond semmit így az hétköznapi embereknek, de még Scoville, aki egy amerikai kémikus volt, amikor elvégezte ezt a kísérletet, akkor organoleptikus kísérletet használt, tehát itt az volt a lényeg, hogy az emberek megkóstolták a kivonatot, amit ő készített. És akkor ugye annak az a lényege, hogy van egy adott paprika, amin ott van, hogy mekkora a csípősség a Scoville skálán, akkor az azt jelenti, hogy abból a paprikából egy adott mennyiséget mekkorára kell higítani, hogy már ne érezzük csípősnek. És igazából végül is mi is ezt használtuk. Fel, hogy fogtuk a tormát, lereszeltük, beáztattuk alkoholba, hogy kinyerjük belőle azt, amitől ugye csíp. Ugye egy picit más, mert másképp csíp. A torma is nálunk nem kóstolni kellett, hanem szagolni, mivel a torma ott fejtik ki a hatását ugye a légutakban. És sikerült valójában ezt a skálát felállítani? Igen, a kísérlet végeredménye az volt, hogy felállítható egy ilyen skála. Sikerült, el is készítettünk egyet igazából azokból, amiket mi használtunk. Ugye ez mindenképpen, hogy is mondjam, olyan szinten ez ugye benne van az a pici hiba százalék, hogy emberekkel végezzük a kísérletet. Tehát itt ugye azt kell csinálni, hogy több ember, több korosztályon kell vizsgálni, de elkészíthető a skála. János mellett Lóránt is részt vett ebben a kísérletben, így mindkettejüknek megadatott a lehetőség, hogy egy másik magasrangú tudományos eseményen, a 28. Nemzetközi Élővilágkutató héten is részt vegyenek. A Svájcban rendezett konferencián Lóránt és csapata a denevérek különböző jellegű területek közötti eloszlását vizsgálta. Ez a verseny, hát igazából szoros értelemben nem hívnám versenynek, gyakorlatilag úgy zajlott, hogy körülbelül 25 különböző országokból érkező diák szerepelt rajta, és ilyen 3-4 fős csapatokba rendeződve kellett kutatási témát választani, ami kapcsolódik a terület bioszférájához. Tehát ez egy biológiai kutatás volt mindegyik, inkább állatvilág kapcsán volt 2-3 növényvilágot érintő téma is, de mi például denevérekkel
foglalkoztunk ez alatt a 7 nap alatt, és körülbelül 4 napunk volt arra, hogy terep munkával adatokat gyűjtsünk, és aztán 2 nap alatt ezt így egyfajta tudományos jelentésbe formáztuk, és a végén egy rövid 5 perces előadás keretében ezt prezentáltuk ott a svájci rendező szervezet vezetősége előtt. Mennyire érezted ezt a, akkor ne hívjuk versenynek, ezt az eseményt, ezt a közös munkát megmérettetésnek? Természetesen angol volt a mindenkori nyelv ez alatt a hét alatt, mert mindenféle országból érkeztek résztvevők, és hát mindenki angolul kommunikált, de igazából ez talán az egyik legnagyobb újdonság volt számomra, mert nem nagyon voltam még egy hétig úgy távol, hogy lehetőségem sem volt magyarul beszélni. De igazából végül ez nem okozott akkora problémát, hála Istennek, de mindenképpen egy nagyon fontos tapasztalat volt az, hogy nemzetközi szinten együtt dolgozni egy kutatási témán más országból emberekkel, és ha nem is volt ez szakmailag egy teszem azt egyetemi szintű kutatás, de mindenképpen érdekes volt. Kocsis László 2 éve foglalkozik a diákokkal. Tapasztalatai szerint az Zrínyiben egyre több az olyan fiatal, aki bontogatja a szárnyait, és ehhez mindenféle segítséget meg is kaphat. A fiúk büszke felkészítő tanára a magyar versenyről és a svájci konferenciáról tehetséggondozási lehetőségekként beszélt, de hozzátette, a célok eléréséhez az adódó lehetőségek mellett különleges személyiség is szükségeltetik. Igen, eleven igen érdeklődő fiúk, nem csak az én tárgyamból voltak jók és nagyon jók, hanem több versenyre is vitték őket. Kliszász tanár úr is ugye földrajzversenyre vitt őket, ott is díjakat hoztak. Ők ilyenek, ők fejlődni szeretnének is, és ennek igen örülök, az iskola erre minden lehetőséget megad. Szerintem ez egy olyan közeg, ahol az ember fejlődni tud, és ez engem igen nagy örömmel tölt el, hogy egyre több az ilyen gyerek, aki azért jön ide, hogy fejlődjön, erre minden támogatást megkap. Természetesen lehetőségekhez mérten, de mindenképp az a tapasztalat, hogy segítenek bennünket, hogy haladjunk előbbre. Ugye, mennyi idő alatt készültek fel a fiúkkal a versenyre? Hát körülbelül egy olyan jó évet azért gyúrtak rá, a kísérleti rész az kevesebb volt, ez egy fél év, de nagyon sokat irodalmaztak, angol és magyar szakirodalmat, zömmel inkább angolt, mert az a jellemzőbb, angolból is nagyon jó, itt nagyon jó nyelvi osztályok is működnek az iskolánkban, illetve van belügyi szak is, de ugye ők a nyelvszak, ők 5 évet jártak. Az osztályoknak jelentős része angol nyelvvizsgával rendelkezik. Ez egy ilyen közeg, ahol motiválva vannak a gyerekek is, és igyekeznek fejlődni egyik napról a másikra, és ez is azért tanárként is örömmel tölt el. Nyilván az én tárgyaim nem a kedvenceik közé tartoznak, de aminek nagyon-nagyon örülök, hogy aki viszont ezt válaszza, az meg is találja a szerencséjét, hiszen keményen dolgozik. Voltak-e mélypontjai a felkészülési időszaknak? Kellett-e motiválni a fiúkat? Őket nem nagyon kell motiválni, ők nagyon elevenek, inkább vissza kell őket fogni, hogy na akkor most üljetek szépen, meg ehhez hasonlók. Szerintem nagyon jó szakemberek lesznek a későbbiekben is. Hát valamilyen mérnöki vonalon mennek tovább, hogy konkrétabban mi jön össze, meg mi az, ami közelebb áll hozzájuk, ezt még a jövő dönti el. Későbbiekben nagyon-nagyon remélem, hogy ugyanígy megtalálják a helyük, és nem csökken a lendületük. Valószínűnek tartom, mert nagyon lendületesnek tűnnek már most is. Mennyire fontos egy fiatal felnőtt, vagy akár egy gyerek életében, de teszem azt egy tanár életében is az, hogy tehetséggondozó műhelyben dolgozhasson, hogy foglalkozhasson olyan témakörökkel, ami őt érdeklik, és aminek mentén majd elindulhat az életben. Miért fontos ez? Azért fontos, mert kialakítja benne a szakma szeretetét és a megfelelő alázatot a természet és a tudomány iránt. Meg nem elég az, hogy valaki nagyon okos, nagyon intelligens legyen, azon is múlik, hogy milyen karakter. Nekik a karakterük is egy érdeklődő, nyitott valaki, nem elzárkóznak a többiektől, vagy lebeszélnek mondjuk azok felé, akik ebben a témában nincsenek annyira otthon, hanem nem csak hogy remek szakemberek, de remek emberek is, és ennek szintén igen örülök. A tudomány világában egyébként mekkora a volumenű dolognak számítanak ezek a versenyek, akár a magyarországiról beszélünk, akár a svájciról?
Ezek a versenyek még inkább középiskolásoknak valók, de elindítja őket a pályán, és már kétségtelen, hogy tehetnek akár olyan felfedezéseket is, ez inkább Egyesült Államokban jellemző, amire konkrét céget indítottak. Erre volt példa, és az illető kis srácot fel is vették az MIT-ra állami helyre, ami ott nem túl gyakori, hogy támogatott helyet kapjon valaki. Reméljük, hogy a fiúkkal is hasonló fog történni majd a jövőben. Büszke rájuk? Büszke vagyok rájuk, vagy ne. Nagyon örülök neki, hogy ilyen szép úton indultak el, és úgy gondolom, hogy a továbbiakban is megállják a helyük. Majd várom a meghívót a PhD-védésükre, mert úgy gondolom, hogy bennük van a tehetség hozzá, hogy ezt eléri. János a Budapesti Műszaki Egyetem jövőbeni hallgatójaként, mérnök informatikusként, míg Lóránt ugyanebbe az intézménybe jelentkezve közlekedési mérnökként képzeli el a jövőjét.